A magyar pusztákon élő lovakat őrző, pásztor életet folytató lovasok, a csikósok. A csikósság egy speciális állattartó mesterség, életforma, mely a pásztortársadalom csúcsán állt. Bár mára a tartás technológia átalakulásával életformájuk megváltozott, a csikós élet bemutatása, a hagyományok fenntartása továbbra is fontos szerepet tölt be világhírű lovas hagyományaink továbbadásában. Gyerekkoromban elég gulyás voltam, mert úgy még gyenge gyerek voltam, most megerősödtem 3 évig, aztán jöttem a Holtobályra csikósnak. Ott ugye az egész familiám ilyen lúbeteg volt mindenki, már előtte 100 évvel is. Ott ugye ez olyan betegség, hogy ragad egyik emberről a másikra ráfele. Ott így a lú volt mindenem, meg a bátyám, az is csikós volt, meg én is, meg a nagybátyám, úgy az egész familiában csikósok voltak mindenki. Ott, hát a lú volt az Istenem mindig, meg most is az. Úgy volt, hogy reggel 2 óra, akkor hajdanom kellett, az volt, mikor este 11-kor tettem le, vagy szálltam le a lúról. Nem egy olyan gyerekjáték volt, de mondjuk másabb mostan egy kicsit az egész menet azért, mert most hogy mondjam magát, nincs is annyi ló, nem kell annyi lovat őrizni, meg kicsit finomabb lett a munkakör. A csikós egész napját a lovakkal tölti, és felelős a rábízott állományért. Gondoskodik a lovak itatásáról, hajtásáról és egészségi állapotukról. A csikósok mindig is híresek voltak ösztönös lószeretetükről. A csikós szakma gyakran apáról fiúra szállt. Hát nagyon-nagyon nem volt kérdés, mert ugye az ember, amikor már elkezdett botorkálni, járkálni, a papa egyszer-kétszer hazajött ugye lóháton, milyen a gyerek, ugye gebeszkedett felfelé, hogy papa, vegyél fel a lóhátára, vegyél fel. Aztán ugye, amikor megerett az ember nyelve is, akkor azt mondta, hogy hát természetesen csikós leszek, akkor nagy leszek. A papa idejében ők, mikor mesélték, alkalmanként őriztek 200-300 darab csődőr csikót egy ménesbe, hát most gyakorlatilag egy olyan 150 darabban itt a Mátai ménes telepen. Úgyhogy azért jó, lényegesen kevesebb, meg ők még alkalmanként ugye éjszaka kint hálatták a ménest, ma már azért mi éjszakára istállóba zárt közegbe altatjuk a csikót. A csikósok ruházata, eszközei és a lovak szerszámai jellegzetesek. A csikós ruházat része a bő ing, a nadrág és a kalap, mely az eső és a nap ellen egyaránt védelmet nyújtott gazdájának. A karikás ostor a csikós munkájához tartozó legfontosabb eszköz. A csikósok speciális nyerge a patrac, vagy más néven prics. Ez annyiban speciális, hogy van egy, hát nyeregnek nem nevezhető, egy filcbőr, bőrrel, bevont kengyelszíjjal, kengyellel ellátott, mi pricsnek hívjuk. Ez csak annyi, hogy feldobjuk a lónak a hátára, felkapaszkodunk rá, és akkor indulunk a puszta kellős közepére. Manapság a lovak körüli teendők ellátása mellett a csikósság egy fontos turisztikai attrakciót is képvisel, mely évről évre vonza a látogatókat országunkba, a világ minden tájáról. A csikósok rendszeres bemutatókkal és versenyekkel kápráztatják el nézőiket már a 60-as évek óta. A lovak ültetése és fektetése a hiedelmekkel ellentétben nem rendelkezett valós funkcióval, pusztán a közönség szórakoztatását szolgálta, és hogy bemutassa a ló és lovas a határtalan együttműködését. A puszta ötös megálmodása egy osztrák festő Ludwig Koch nevéhez fűződik, ám a vízió a magyar csikósoknak köszönhetően életre kelt. A festmény 5 vágtázó lovat ábrázol, melyből a hátsó 2 ló hátán egy csikós áll. Először Lénárd Béla, kiváló lovasunk valósította meg az elképzelést, majd az évek során egyre több követőre lelt, és a lovak száma is gyarapodni kezdett. Szegedi Gábor fogadhajtó világbajnok nevéhez fűződik az eddig elért legtöbb ló összefogása, a puszta 14-es összeállítása. 72-ben egy puszta 5-öst összeállítottam, Kiskunsági Állami Gazdaság méneséből, amivel az odalátogató vendégeket szórakoztattam. 81-től 8-asra, 82-be 9-asra, 83-ra puszta 10-esre fejlesztettem. Ezt a puszta 10-est hajtottam
nagyon aktívan 2000-ig, és 2003. május 23-án sikerült egy puszta 14-est összeállítani, megvalósítani és előadni a kedves közönségnek. 14 lóhajtása lóháton állva hatalmas, egyedülálló teljesítmény. Gondoljunk csak bele a fogad hosszába és a hajtószárak kezelésébe. 12 méter hosszú, a fogat, ha össze volt fogva, a hajtószárak egy ilyen nagy nyaláb volt, jó érzés volt megjelenni velük. Férfias munka, egy kihívás, én mindig szerettem a kihívásokat, épp ezért fejleszgettem a lovacskákat és azoknak a létszámát. Kalandozzunk bár a hódító ősmagyarok korában, a huszárok idejében, vagy a puszták lovas emberei közt. A történelem során a magyarság a viszontagságos időszakokban is bizonyította a lovak iránti szeretetét és tiszteletét. A II. Világháború utolsó lovas ütközetében is harcoló Nagy Kálmán huszárezredes által gyakran emlegetett és vallott gondolat hűen tükrözi a magyar lovas mentalitást. Huszár lovas szellemmel áthatott az az ember, aki jóságos természet mellett bátor szívű, aki önmagában, lovában és fegyverében bízik, aki lovát önmagánál is jobban szereti és ápolja, aki a legválságosabb helyzetben is merész elhatározásra jut, és azt nyomban tettel követi. Az ilyen ember nem ismer nehézségeket, eleme a támadás és még a hátrálásban is csak eszközt lát arra, hogy kedvezőbb viszonyok közt újból támadhasson.